Köszöntjük kedves nézőinket a Fonyott Televízió csatornáján. Ha kedd, akkor friss műsor nézzük, mit ajánlunk mára. Október 22-én a Városi Megemlékezés keretében az emlékezés koszorúit helyezték el a Balaton Kollégium előtti emlékműnél. Protestáns kulturális esten jártunk a múzeumban, ahol arról láthattunk előadást, hogy hogyan befolyásolja az emberiség jövőjét a biomedicina térhódítása. Megújul a sok helyen elkorhat, tönkrement korlát a magas parton. Az idősek hónapja programsorozat keretein belül bemutatkozik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat bejegyzés előtt álló Fonyódi csoportja. A Krumpli Hépite Irodalmi Társaság ezúttal Vargáné Jolika Üzenet a bárányfelhőköz című verseskötetét mutatta be. A Feng Shui galériában megnyitották a Sirán járt hagyományos őszi tárlatát. Tartsanak velünk ma este is, jó szórakozást! Október 22-én kedden városi megemlékezést tartottak az 1956. október 23-ai események emlékére. Hidvégi József polgármester úr méltató beszédében említést tett az 56-os országos, a Somogy megyei, valamint a fonyódi eseményekről is. Október 23-án a budapesti események hatására a somogyi és a kaposvári értelmiségű fiatalság is mozgolódni kezdett. Október 26-án az új nemzeti kormány megalakításának napján több ezres tömeggyűlés bontakozott ki Kaposváron, a Petőfitől. Október 27-én szombaton nem csak a megyeszékhelyen, de a megye több településén voltak gyűlések, felvonulások, munkástanácsok és helyi forradalmi szervek alakultak, és egyre nagyobb lendületet kapott a forradalom Somogyban. A forradalom szele 28-án ért el Fonyódot. Délelőtt 10 órára gyűlt össze a tömeg a posta előtt. Onnan átmentek a templomhoz, majd a vasútállomás előtti hősök szobrához. Ott megpróbálták feloszlatni őket, ám a tömeg kergette meg az oszlatókat egészen a rendőrkapitányságig. Délutánra megválasztották a Községi Nemzeti Bizottságot. Fonyód 1956-os története nem bővelkedi fordulatokban. A község lakossága ettől függetlenül aktívan kivette a részét az országos eseményekből, sőt a helyi változások után szervező erővé vált a járásban. A járási nemzeti bizottság tagjai sorra járták a környező községeket és ösztönözték, segítették a nemzeti bizottságok létrejöttét. Október 30-a és a szovjetek november 8-ai bevonulása között a személycseréken kívül lényeges esemény nem történt. Mondhatnánk, egy pofon sem csattant el. Mégis többeket elítéltek, sokakat meghurcoltak az őszi szerepvállalásuk miatt. A megtorlás a kádári megfélemlítés egyik jellemző mozzanataként azt végeztek ki, akit akartak. Átlagpolgárt küldtek a halálba, a 28-i tüntetés egyik résztvevőjét, Tóth Györgyöt, hogy megértessék az emberekkel, bárkire ez a sors várhat, ha ellenszegül a kommunista hatalomnak. 1989 után országosan átértékelték az eseményeket, ki lehet beszélni az addig el nem mondottakat, sokakra azonban máig hatással van a tömegből, az átlagemberek közül kiemelt, halálra ítélt példája. Van, aki még ma sem mer beszélni a történtekről. Hidvégi József beszéde után a jelenlévők a gimnázium diákjainak előadását láthatták. Egy ember kiemeltek a négyes csoportból, és két gépviszős őr között visszakísértetett a börtönépületbe. Az embernek a frissen borotvált arca hirtelen elsárgult, mintha ömlést kapott volna, a szem elkocsonyásodva. Zsebre tettem szabaduló levelemet, és kimentem a kaput. Néhány lépés után hátra akartam nézni, de erőt vettem magamon, és tovább mentem. Figyeltem. Nem hallottam lépteket magam mögött. Ha elérem a villamost, anélkül, hogy kéznehezednék hátulról a vállamra, hogy a nevemen szólítanának, akkor talán.
A villamos megállóban hirtelen hátrafordultam. Senki. Felléptem a villamosra. Ebben a percben, hogy a villamos elindult, megszólalt körülöttem a világ. Olyasféle érzés volt, mint mikor a moziban géphiba miatt egy ideje hang nélkül pereg a film, és egyszerre egy mondat egy szó közepén visszatér a hang a színészek üresen tátongó szájába. A megemlékezés a Balaton Kollégium előtti emlékmű megkoszorúzásával ért véget. Kérem az intézmények, a civil szervezetek képviselőit és Hunyod polgárait, helyezzék el a megemlékezés virágait, koszorúit az emléktáblánál. Szeretettel köszöntök mindenkit a protestáns kulturális estünkön. A protestáns kulturális est keretein belül dr. Orosz Gábor Viktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, az Ember törékenysége és jövője címmel tartott előadást a múzeumban. Az előadáson megismerhettük a hit és a biomedicina lehetőségeit az ember megjobbítására. A mai témának az a cím, hogy az ember törékenysége és jövője. És ugye érdekes módon kapcsolódik össze ez a két fogalom, hogy törékenység és jövő. Ugye mindannyian tapasztaljuk azt, hogy egy betegség, egy akár egy születéssel kapcsolatban mennyire rá vagyunk utalva a másik emberre, főleg az orvosi segítségre, az orvosi segítségnyújtásra. És éppen a technikai társadalomban, amiben manapság élünk, abban rengeteg olyan technikai eszközzel vesznek bennünket körül, amelynek a használata elősegíti nem csupán a betegségeknek a diagnózisát, tehát a megállapítását, hanem a betegségeknek a gyógyítását is. Ugye az egyik probléma abból adódik, hogyha diagnosztizálnak egy betegséget, nem biztos, hogy meg tudják gyógyítani, és a bioetikai párbeszédben erre szokták azt mondani, hogy a betegségnek, a diagnózisnak és a terápiának az ollója az nagyon szélesre nyílt. Lehet, hogy kevesebb tudás, kevesebb ismeret esetleg bizonyos helyzetekben az életminőséget tudná javítani, mert nem kellene azzal a nyomással együtt élnünk, hogy egy betegség belátható időn belül egy embernek az életének a végéhez vezet. A teljes előadást október 30-án és 31-én 3:48-tól láthatják kedves nézőink a Fonyod Televízió csatornáján. A Sefag ZRT munkásai a Fonyódi Magaspart állagmegóvó munkálatai során nem csak a 7-es számú főút melletti szakaszon készítenek törmelékfogó védművet, hanem a magasparton található sétány korlátját is kicserélik. Mint ismeretes, a téli olvadást követő tavaszi csapadékos időjárás hatására a felázott talaj megcsúszott, és áprilisban a 7-es útra omlott, mint egy másfél köbméternyi földtömeg. A főutat akkor a katasztrófavédelem le is zárta. A város vezetése a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Segítségével gondoskodott a föltömeg eltakarításáról, a Sefag ZRT pedig azonnal megkezdte a károsodott fatömeg eltávolítását és a már korábban megépített védőfal helyreállítását. A magaspart és a korlátot tartalmazó sétány területe állami tulajdonú terület, és az önkormányzat, illetve a terület tulajdonosának jó kapcsolatából adódóan elkészült, illetve folyamatban van a sétány korlátjának a teljes cseréje, felújítása, továbbá a 7-es főút mellette egy támfal építése, amely megvédi a legördülő homokkő daraboktól az ott közlekedő autókat. Ezeket a munkálatokat a idén ősszel a Sefag tulajdonos gyakorlatilag saját költségén végezte el a város részére,
így a következő évben az ide látogató turistákat egy megújult és rendezett panoráma sétány várja, ahol több mint 1 kilométer hosszan kicserélésre kerül a kerítés, és a régi kerítés elkorhadt faanyagát a Sefag a város rendelkezésére bocsátotta, és a város pedig a szociális rászoruló családok részére tűzifaként ki fogja osztani, így továbbra is hasznosításra kerül az ott lévő kerítés. A magaspart ormán fut végig Európa egyik legszebb panorámáját nyújtó sétánya, melyet sok helyen hiányos és elkorhadt korlátelemekből és oszlopokból álló kerítés választ el a veszélyes partvonaltól. Tekintettel arra, hogy a sétányt évente több ezer turista keresi fel, és hogy a fegyelmezett gazdálkodásának köszönhetően a szükséges források rendelkezésére állnak, a Sefag ZRT megkezdte a kerítés teljes átépítését. A felújításnak köszönhetően a jövő évi turista szezonban ide látogatókat már sokkal szebb környezet köszönti majd. A magyar máltai szeretett szolgálat önkéntesei tartottak előadást az idősek hónapja rendezvény sorozat keretein belül az alapszolgáltatási központban. Az előadás során a szolgálat tevékenysége mellett a helyi szervezet munkáját is bemutatták. A Fonyódi csoport már tavaly karácsonykor is adománygyűjtést szervezett. Akkor is lehetünk volna egy hétig, de akkor csak 3 napot tudtunk vállalni, mert 26 önkéntes jött akkor össze. Ide már lehet, hogy 6 napig is leszünk, ha sikerül megszervezni. 700 kiló élelmiszert gyűjtöttünk tartós élelmiszert a spárban, és ezt 80 csomagra osztottuk, tehát 80 rászoruló család vagy idős egyedülálló kapta meg ezeket a csomagokat. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 1998-ban alakult, és ma már az ország legnagyobb civil szervezete. 2014-ben pedig fennállásának 25. évfordulóját ünnepelhetik. A szervezet önkéntes alapon jött létre, gerincét ma is az önkéntesen működő csoportok alkotják. A Fonyódi csoport épp a hivatalos bejegyzés előtt áll. Most már lassan 1 éves lesz a szeretett szolgálat önkéntes csoportja. Most állunk a hivatalos megalakulás előtt, mert ugye a szolgálat szabályzata az, hogy 1 évnek el kell telni, mire bejegyeznek egy csoportot, és akkor egy vezetővel egy struktúrát felvesz a csoport, és akkor onnantól hivatalos bejegyzett tevékenységet tud folytatni a szeretett szolgálat kötelékében. Most ezelőtt állunk, tehát lesz hivatalos Fonyódi csoportja is a szeretett szolgálatnak. Ez most nincs, sőt itt a környékünkön sincsenek máltai csoportok, Marcaliban és Siófokon van a legközelebb hozzánk, illetve Kaposváron, úgyhogy itt tulajdonképpen egy hiánypótló tevékenységet is végzünk ilyen értelemben. Most az önkénteseink 26-an vannak, majd még várjuk a bővülését a csoportnak, tehát ez folyamatosan építkezik majd ez a kis történetünk. Van egy irodánk a Szent István utcában, amit az önkormányzattól bérelünk. Most már az önkormányzattól kaptunk raktárhelyiséget is, amit használni tudunk. Reméljük, hogy hosszú távon. Úgyhogy így az adományosztós és adománygyűjtős rendszerezős része az egész jól beindult a tevékenységünknek. És most kezdődik az a munka, amit konkrétan családokkal végzünk. Nálunk a gyermekfelügyelet az már egy jó fél éve az egész nyáron áthúzódóan működik, tehát olyan egyedülálló édesanyáknak segítünk, akiknek probléma a gyermek elhelyezése és mellette a munkavállalás, és akkor ezt igyekeztünk megoldani. Az idősekkel folyó munkát próbáljuk most megszervezni, főleg segítő beszélgetéseket igyekszünk szervezni, tehát csak annyi, hogy rányitjuk az ajtót egy egyedülálló idősre, beszélgetünk vele, megkérdezzük, hogy hogy van, és amiben tudunk, segítünk. A szervezet szerteágazó tevékenységet folytat. Több mint 100 szociális intézmény tart fent országszerte, és számos Európai Uniós programban is részt vesz. A falvakban élő hátrányos helyzetű közösségek integrációját célzó hosszú távú programok is a szolgálat tevékenységi körébe tartoznak. A csoportok főleg adománygyűjtéssel és segélyezéssel foglalkoznak. Az önkéntes csoportok hagyományos tevékenysége az adománygyűjtés, rendszerezés, adományok szétosztása, egy-egy hátrányos helyzetű családdal való folyamatos munka, de karitatív alapon, tehát szociális munkát, professzionális értelemben nem végeznek ezek a csoportok, segélyezés történik, de ez is egészen színes történet, tehát vannak csoportok, akik egész más irányba is el tudnak menni. Ugye mi is ezzel a gyermekfelügyelettel például egy új utat próbáltunk nyitni,
ha térségben gondolkodunk, ugye a legtöbb szeretetszolgálati önkéntes csoport az egy-egy városban vagy egy-egy faluban működik, és a saját kis közösségét segíti és látja el. Mi itt Fonyodon például most már próbálunk térségben is gondolkodni, ez is egy kicsit új irány. Például Táskán újraindítottunk egy cigánytelepvel és hátrányos helyzetű családokkal foglalkozó szociális nagy átfogó programot, de egészen különféle tevékenységek képzelhetők el. Tehát van olyan csoportunk, aki szinte tanodaszerű foglalkozásokat végezte, délután segít a gyerekek oktatásában, korrepetálást szerveznek nagy volumenben, ez főleg városokban jellemző, és főleg olyan helyen, ahol van vagy katolikus gimnázium, vagy egy főiskola, és akkor a hallgatók besegítenek, mint önkéntes ebben a munkában. A Máltai Szeretetszolgálat az egyik legeredményesebb civil szervezet Magyarországon. Jelenleg a gyerekesei programmal járják az országot. A mozgó játszótereink, amiket erre a programra fejlesztettünk ki, azok jól működnek. Tehát játszóbuszokkal tudjuk járni a hátrányos helyzetű térségeket, és ezek sokszor sajtó számára is érdekes események, amikor olyan helyeken, ahol nem nagyon történik úgy szervezetten, közösségi alapon semmi, ott hirtelen megjelenik egy nagy játszótér, és ugrálóvárral, arcfestéssel, rengeteg kézműves tevékenységgel megmozdul egy egész falu, az nagyon érdekes és szép tud lenni. Most ebből nagyon sok ilyen eseményünk van folyamatosan. Az országos tevékenységek mellett a helyi csoport megalakulása is jelentős eredménynek számít. Az, hogy van egy helyünk, ahol már meg lehet minket találni napi szinten, ez egy nagyon nagy eredmény. Ugye az önkéntes csoportok azok mindig önerőből működnek, tehát az önkéntesség az nem csak azt jelenti, hogy az ember a szabad idejét áldozza fel, hanem feláldozza a bizonyos értelemben a pénzét is, mert hogy ő fizeti a benzint, meg ő fizeti az adott eszközöket, amiket elhasznál. Úgy rakjuk össze magunknak ezeket a tevékenységeinkhez szükséges hátteret. Ebben most már a szeretetszolgálat, mint szervezet is nekünk sokat segít, de hogy ezt el tudtuk érni, és itt Fonyodon is működik, és van egy csoport, aki ezt tudja, fel tudta vállalni, és tudja működtetni. Ez szerintem nagy eredmény. Most a jövőre vonatkozóan hát ezt a szervezési folyamatot próbáljuk továbbvinni, elmélyíteni a városban a kapcsolatainkat, bár hát az önkormányzattal, a szociális alapszolgáltatásokkal, iskolákkal most már megvannak, és egyre inkább mélyülnek ezek a kapcsolatok. Hát ezt próbáljuk fönntartani, és hát aztán dolgozunk tovább. A szeretetszolgálat munkájáról bővebb tájékoztatást a www.maltai.hu internetes oldalon kaphatnak. Üzenet a bárányfelhőkhöz. Fodros bárányfelhők úsznak fenn az égen. Elmerengek rajtuk, útjuk hol ér véget. Távol, messzi-messzi, békésebb világban, vagy tán nincs ilyen, csak az álmainkban. Úszó bárányfelhők ott a magas égen, ha létezik boldogság, üzenjetek nékem. Mutassatok utat, adjátok tudtomra, hogy merre lakozik, hadd kelhessek útra. Üzenet a Bárányfelhőkhöz címmel jelent meg Vargáné Jolika verses kötete, melyet a Krumplihépite Irodalmi Társaság mutatott be a Fonyódi Városi Könyvtárban. Az irodalmi esten a vers szerelmesei személyesen is találkozhattak a szerzővel. Kedves hölgyeim, kedves uram, kedves vendégeim, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a Krumplihépite Irodalmi Társaság újabb rendezvényén. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttek. Ezúttal egy olyan asszonyt szeretnék bemutatni Önöknek, aki 50 éve él a Balatonon, aki csak adni szeretne a másiknak, és a szeretetével beragyogja a környezetét. A kötet ismertetése előtt a szervezők egy kis játékkal kedveskedtek az érdeklődőknek. A feladat egyszerű volt. Rövid, vers részletek felolvasása után azok szerzőjét, illetve a vers címét kellett kitalálni. Este van, kiki nyugalomba. Feketén bólingat az eper falombja. Zúg az éji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor azután elhallgat. Hangosan mondjátok, ha biztosak vagytok benne. Aki a legtöbbet kitalálta, egy ajándékcsomagot nyerhetett. Mi pedig Vargáné Jolikát arról kérdeztük, mikor írta meg első költeményét. A legelső vers az a karácsonyról szólt, ugye, mert sohasem volt karácsonyfánk. És hát mi már másként éltük az életünket a családba, lett karácsonyfa minden évbe, és talán ez a fájdalom jött ki belőlem, hogy
milyen volt az a korszak. Még akkor is, hogyha ez közvetlen a háború után volt, de hát nekem 100%-os hadirokkant apám, egy 16 gyerekes családból származom, nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon szegények voltunk. De én azt mondom, annak ellenére is úgy nem éreztük mi akkor annak a súlyát, hogy nálunk mekkora szegénység van, hanem akkor, amikor már felnőttebb lettem, és ugye láttam a két, hát a szakadékot a két korszak között, mert tulajdonképpen az volt a 40-es években, majd azt a 70-80-as években sok év és évtized is eltelt addig, és ennek kapcsán született meg ez a versem, és hát leginkább az én verseim a szeretetről szólnak. 2010 őszén kezdtem el írni, és ahhoz viszonyítva nem túl sok, 85 verset írtam eddig körülbelül, de én tavasztól őszig én nem is tudok írni, nekem arra nincs időm egyáltalán. Család a háttérbe, főzni kell rájuk, sütni kell rájuk, mi egymás, ott a kert. Tehát nem úgy tudom igazán beleélni magamat, mint talán sok nagyon ráérős ember, főleg a férfiak. Nyilván, hogy nekik a konyhában nem kell ottan serénykednünk annyit, mint egy asszonynak. És olyan is van, hogy éjjel valami eszembe jut. Egy jó mondat valamiről, természetről. Spontán jönnek ezek. És akkor fölkelek, és akkor gyorsan leírom a sort, mert megpróbáltam már úgy, hogy ide teszem. Kiment reggelre a fejemből, nem tudtam folytatni. Például ülök a vízparton, az egyik versemnek a címe, az, hogy tévében mutattak reklámot több alkalommal, mindig ugyanazt, mert engem az fogott meg, és valóban egy vízpart volt, hogy milyen víz, ki tudja, és ott a kövek. És ez adta azt a címet, hogy ülök a vízparton, és ebből egy szerintem nagyon jó kis vers alakult ki, hogy ott is megint csak a szeretet, meg a boldogság. Hát nagyon-nagyon sok mindenről lehet írni verset, tulajdonképpen még egy szorgos kis hangyáról, egy méhecskéről is. Legyen ez a csoda a világ bármely részen, ha harcolnom is kell, hát megküzdök érte. Miért hallgattok, bárányfelhők? Miért nem küldtök üzenetet nékem? Tán a boldogság nem is létezik, csak a képzetemben? Kedves bárányfelhők, ússzatok csak szépen! A boldogságot többé ne is keressétek, mert az nem látható. Csak a szívünk tudja. Igenis, hogy van boldogság. Csak sok ember elfut mellette, nem is veszi észre. Például én, hogyha fölkelek reggel, akkor kinézek az ablakon, már attól is jó kedvre derülök, ha látom, hogy szép az időjárás ott kint. És nem kevésbé pedig azért, hogy ki tudok pattanni ennyi idős fejjel is az ágyból, mint egy fiatal, és teszem a dolgaimat. Minden korosztálynak kell a magatársasága beli emberek között szeretetet keresni, adni, és egyforma az életstílusuk nagyjából ennyi idős embereknek, és szükségük is van egymásra. Tehát aki egyedül él ember, az sajnos gyakran előfordul, hogy ideje korán megkeseredik. Hol kell azt keresni, ő majd megmutatja. Boldogság már az is egymást elfogadni, szeretni valakit, tiszta szívvel élni, örülni a másnak, s a rosszat elfeledni. Fodros bárányfelhők, üzenem én néktek, a földön is van boldogság, ott fenn ne keressétek. E ritka drága kincs a szívünkben lakozik. Ha gondosan ápoljuk, nagyján növekedik. A kötet szerzőjét kérdeztük arról is, mi kell egy-egy vers megszületéséhez. Elsősorban ihlet kell hozzá. Mert ha nekem az agyamban nem pörögnek a gondolatot, tehát nem jön össze úgy valami, hogy szépen fedje egymást, és összekapcsolódjanak a dolgok, tehát megértse az olvasó, hogy én mit akarok feléje, és magam felé is természetesen, elmondani abba a versbe. Tehát nem lehet, hogy egyszer írok egy ilyen sort, aztán már át is tértem másra. Azok a dolgok nem fognak összekapcsolódni soha, és ebből nem fog jó vers születni. Önnek személy szerint milyen érzés az, hogy itt lehet ma este, és bemutathatják a kötetet? Nekem ez egy csodálatos érzés, mert én soha nem gondoltam, amikor leültem először is verset írni, hogy ebből valaha akár eljutok a kiadásig.
Nem gondolkodtam, nem is akartam, de voltak biztatóim, és örökre hálás vagyok nekik, mert ez nekem nagyon jó, főleg az, hogy a város felé is meg tudom magam mutatni. Tehát sok ember engem nem ismer az utcán, mert én még csak 9, illetve 10 éve lesz januárban, hogy itt lakom, de ugye szoktam szerepelni alkalmanként, hogyha megkérnek például Márton napkor, karácsonykor, valamikor, most már nem, és ugye ennek kapcsán az idős korosztály ismert, a nyugdíjas klubok, hogy énekeltünk, hogy verseltünk, meg ilyesmi, és hát én nekem mondom, nagyon-nagyon nagy boldogság ez, mert azért ez nem kis dolog, hogy egy ekkora kis város ide figyel egy ilyen lelkületű emberre, mint én, hogy úgy mondjam, nagyon sok szeretet van a lelkembe, és ezt én a Muskó Zsuzsikának köszönhetem, meg a Volt klubtársamnak, remélem, hogy még lesz, mert megígérte, hogy januártól visszajön, vagy legalábbis, ha majd átköltözünk az új művelődési házba, hogy újra közénk fog jönni. Tulajdonképpen ők ketten indították el, és köszönhetem nekik, hogy én idáig eljutottam, mert ez nekem nagyon nagy boldogság, és nem is vágyom többre. Ha lelkünkben béke, szívünkben szeretet lakozik, ennél nagyobb boldogság a földön nem létezik. Ússzatok csak bárányfelhők, vigyen a szél messze. Hirdessétek a világban, hogy a földön is van boldogság, de csak a szívekben rejlő igaz szeretetben. Senki meg nem mondja, mit senki se tud, hogy a szél honnan jön, és hova fúj. Szárnyal valahonnan, nagyon sebesen, utol nem érem rohamba sem. De ha sárkányomat felereszteném, napokig repülne az ég peremén, akkor megtalálnám, ahol esett, s tudnám, hogy a szél is odaérkezett. Akkor megmondhatnám, hogy a szél hova fúj, de hogy honnan jön, arról senki se tud. Csütörtökön megnyílt a Sirályárt alkotói kör szokásos őszi tárlata a Feng Shui galériában. A kiállított műveket Varga István, a Fonyódi Kulturális Intézmények igazgatója mutatta be. A sirályosoktól megszokhattuk már, hogy azért olyan képeket mutatnak nekünk itt a kiállításon, illetve tavasszal a múzeumban, amikor, hogyha ránézünk egy képre, akkor azért látjuk, hogy miről van szó. Ez ma este is így lesz, én már láttam a képeket, megnyugtatom önöket, hogy nem lesz egy olyan kép, hogy egy nagy piros négyzet aláírva, hogy az ára 1 millió dollár, úgyhogy nyugodjanak meg, nagyon szép képeket fognak látni, és ahogy nézem önöket, azért fölteszem azt a kérdést, hogy ki az, aki nem hallott még a sirályosokról egyáltalán. Szerintem olyan nincsen, úgyhogy én azért készültem, de akkor megfordítom a lapomat, és a tavaly megírt szép bevezetőmet, akkor most megengedik, nem olvasom föl újra, hiszen a sirályosokról már tényleg szerintem mindenki hallott, hiszen Éva leülötte a idézőjelbe poénomat, akartam ugye mondani, hogy bizony jövőre már 10 éve lesz, hogy a művelődési ház is keretet adott annak, hogy összetudjanak jönni, és egymást segítve, egymást támogatva a művészetüket egységesen tudják kifejteni. Ha megengedik, akkor én, mint művészethez kontárkodó, tehát nem igazán művészeti szempontokat bemutató kis gondolataimat elmondjam, hiszen művészeti ecsetkezeléstől kezdve ilyesmiket kérem, ne várjanak tőlem, nem értek az ilyenekhez. Talán jövőre Szöszi majd olyan valakit hív föl, meg aki azért egy kicsit ilyen kérdésekbe is járatosabb, úgyhogy én igazándiból csak a saját gondolataimat tudom elmondani önöknek, amiket ugye a képek belőlem kihoztak.
amikor végignéztem délután a képeket, azt láttam, hogy ugye Sirályart Balaton mellett tevékenykedő művészeti csoport, mindig nagyon sok balatoni képet látunk, most is sok balatoni kép van, viszont nem csak balatoni kép, ez is azért azt mutatja, hogy sokoldalú művészekről van szó, hiszen azért nem csak egyféle gondolat jár a fejükbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy a megfelelő harmóniát ismét megtalálták, hiszen majdnem minden művésznek van egy balatoni képe, meg esetleg egy-kettő másik, de van olyan, aki éppen most nem is hozott badacsonyt vagy Balatont ábrázoló képet, illetve azt vettem észre, hogy néhány alkotónak vannak olyan nagyon kedves témái, amiket évről évre megismétel, ezt jó szándékkal mondom, tehát pozitív értelemben, mert például tavaly is hasonló tematikájú képeket láttunk tőlük, és idén is hozták ezt a formát, és ez számomra föltűnt, és ez szerintem nagyon jó, mert ugyanaz a téma, de kicsit más megközelítésbe, más megvalósításba. A megnyitó vendégei Bence Ági produkciója mellett Veres Ábel zongora játékában is gyönyörködhettek. Este két technikával készült képet hoztam el, egy szép pasztel, meg egy akril kép. De majd, ahogy látják a kiállításon, nagyon sokféle technika van és téma. Ma este balatoni tájképeket hoztam, nagyon szeretem ezt a témát, elég sokat festek balatoni tájakat. Hát kedvencem a naplemente, illetve a pipacsos táj, mondjuk ez tavaszi ihletésű, De nagyon ragaszkodom ezekhez a balatoni tájképekhez. Kedvenc helyeim fönt a sétányon, tehát onnan szoktam általában a témáimat meríteni. Nagyon sokat fotózok is, és hát általában az alapja a képeimnek a fotó, de nem törekszem arra, hogy fényképszerű legyen, hanem próbálok egy kicsit valami pluszt beletenni. Virágos képeket hoztam, amik ott láthatók így a sarokban, és hát elsősorban a virágoknak az ábrázolása volt most a célom. Valahogy most úgy, hát volt balatonos témám is, volt úgy, hogy emberekkel is próbálkoztam ábrázolni, de most ilyen természethangulatom van, és elsősorban a virágoknak a szépsége. Én nagyítóval is nézem őket, a szirmoknak a szépsége, meg egyáltalán a levélnek a formája, ez valószínűleg az, hogy biológia tanár vagyok, annak az ártalma is. Két olajképet festettem, az egyik az a Bélatelepi strand, a másik pedig a Fonyódi hajókikötő. Mivel újat nem értem rá csinálni, mert nagyon sokat faragtam táborba, és otthon is Somogy Babodnak erdészethez egy szobrot, az erdő szellemét, egy barátomnak a nagyapja emlékére, az első világháborús hősi halottnak egy kopjafát, úgyhogy nagyon el voltam foglalva, úgyhogy azért, hogy olyan képet hozzak, amelyik még nem volt kiállításon, elhoztam, amit még 1955-ben Marcaliba, Szikra János tanár úrnak a szakkörébe festettem. A másikat azt már itt festettem, Fonyódon. Ez egy akt, Kucsera Frigyesnek a lakásán, aki Marceliba fényképész volt, ott, de csak a felnőttek vehettek részt, úgyhogy 400 forint óra díjért átmodelt a hölgy
a kikötése az volt, hogy ő szőke, de csak fekete hajjal kerüljön. Úgyhogy egy nap szénrajz volt, másik este pedig ezt festettük. Valentéva kiemelte, a legfontosabb dolognak azt tartja, hogy évről évre megrendezhetik a galériában a kiállításukat, mert így bemutathatják, mennyire sokszínű alkotásokat készítenek a Siráját tagjai. Hát az elmúlt időszak talán olyan nyugodtabb volt egy kicsit, mint más években. Kaposváron kezdtük, ott volt az első kiállításunk, és azután jöttünk ide a múzeumban a tavaszi tárlatra, és a nyár nagyon érdekes volt, mert párhuzamosan volt két kiállításunk, egy Fenyvesen, és a másik pedig itt lent a parton a nyári galériában, és mindegyik két hónapig volt nyitva. Tehát ez nekünk nagy élmény volt, mert ugye a nyaraló vendégek is látták, meg a helybeliek is. Tehát sokkal nagyobb volt a látogatottsága, mint más kiállításoknak. Aztán most itt vagyunk a második otthonunkban, a Feng Shui Galéria, ugye ez az őszi tárlatunknak a helyszíne. A kiállítóktól megtudhattuk azt is, hogy telt az elmúlt időszak az alkotói munka tekintetében, illetve hogy kinek mit jelent a Siráját csoporthoz való tartozás. Televe itt a Feng Shui-ban is, hogyha az ember végignézi, hogy kik állítottak ki a képeket, ugye minden ember egy különleges hangulat, egy különleges atmoszféra, úgyhogy ad magából valamit, és ha az ember azt átérzi, akkor ezzel kap is valamit, megnyer is valamit. Számomra a Siráját elsősorban egy közösség, és a készülések, az együtt töltött idők is fantasztikusak. Az egésznek a hangulata az, hogy összeülünk, megbeszélünk dolgokat, többször van találkozásunk, elmegyünk egy-egy ilyen közös megnyitóra, vagy felkészülünk rá. Az önmagában egy olyan atmoszférát, hangulatot teremt, ami számomra mindenképpen jó. Az ember ilyenkor készül. Tehát ilyenkor úgy jobban rá tudunk hangolódni, szerintem az alkotásban is. És az, hogy így találkozhatunk az ismerőseinkkel, barátainkkal, a Siráját tagokkal, megbeszéljük az élményeinket, mi tört, kivel mi történt, ki mit alkotott, láthatjuk az újabb munkákat, ez számomra nagyon nagy öröm. De most az ősszel úgy érzem, hogy most úgy ihletet kaptam, és most elkezdtem festeni olajjal főleg. Most őszi tájképeket is, de azok még most annyira frissek, hogy nem akartam úgy elhozni, hogy még fognak a képek. Nagyon szeretném minden évszakban, minden napszakban megörökíteni a Balatont. Ezen kívül nagyon szeretem a diófapácot, ez egy egész más technika. Azzal viszont inkább portréábrázolást, emberi alakokat, különleges fényárnyékjátékokat lehet visszaadni. Azt inkább télen szoktam alkalmazni, ezt a technikát. Ebben az évben elég keveset dolgoztam, nyár az inkább sportolással megy, de ősszel és télen azért igyekszem kivenni a részem, és akkor csak festek.